most kettő darab, tehát kettő témát szeretnék összemosni, és hát látom, hogy egyrészt, ahogy a címben láthatjátok, ez az egyik része, amire ki fogok térni, a másik része pedig az állóképesség. Tehát, na most kezdjük ott, hogy tehát ugye beszéltem ma arról, hogy a nők választanak párt maguknak. Én egy ilyennek a szemtanúja voltam 2019-ben, akkor még nem volt koronavírus, és azért voltam, tehát azért szoktam járni szórakozó helyekre, más miatt is, nem csak azért, mert hogy ismerkedjek, hanem az ember azért kicsit kiengedi a gőzt, meg azért kicsit elgondolkozik az élet dolgain, tehát azért én úgy gondolom, hogy valakinek kell, hogy legyen ideje magára. És a lényeg az egészben az, hogy hát ugye akkor már ki volt alakulva a kapcsolatrend, vagy hát a kapcsolatrendszerembe, akkor már volt egy pár kidobó, meg egy DJ, és nézem, mennék a WC-re, hogy embereink nagyon vagányan, meg nagyon faszán kitalálták, hogy a piszuárba dobták a cigis csikkeket, meg a ugye ez a eldobható poharakat, és akkor hát ugye csurgott visszafelé a pisa, mert nyilván nem ment le. Hát azért most azért egy öltönynadrágban, meg alapó cipőbe, tehát azért én nem azt mondom, hogy a legigényesebb pasi vagyok, de azért hát szoktam vigyázni magamra, meg arról nem is beszélve, hogy azért én úgy gondolom, hogy tehát, hogy azért most oké, hogy vannak pohárszedők egy szórakozó helyen, meg van takarító személyzet, csak azért én úgy gondolom, hogy mindenki, tehát vendégként, ahogy viselkedik, úgy skatujázzák be. És hát egyetemisták kitalálták, hogy ez milyen fasza, meg milyen menő, hogy a cigi csikket beledobom a piszuárba, meg beledobom a eldobható papírpoharat, igen ám, csak azért az egy eléggé kellemetlen, hogy mennél WC-re, és három piszuárból kettő így el van intézve, meg arról nem is beszélve, hogy csúrok visszafelé, mert a sok igénytelen barom nem az, hogy akkor szólna, hogy probléma van, és akkor hogy stb., hanem tehát nyilván belehugyozik a barom, és akkor mit csinál? Hát persze, hogy visszafelé folyik kifele a mozaikra a pisa, azt akkor te neked meg legyen gusztusod elmenni húgyozni. Tehát gratulálok az illetőnek. És akkor én ugye, hát nyilván szükséges nagyon megoldotta az ember, csak mondom, három piszulárból kettő el volt intézve, azt akkor én ismertem a port, a főnököt, hát ugye tegező viszonyban voltunk, mert már azért eltelt egy idő, főleg mondom, a három szórakozó helyen ők vannak. És akkor hogy odahajoltam, azt mondtam neki, hogy szia, figyelj már, mondom, valami ostoba barnok, mondom, belehaigálták a két piszuárba, mondom, a cigicsikkeket is, meg mondom, a eldobható poharakat is, és mondom, visszafelé csurgincuzik, mondom, a pisa le a laminátpadlóra, azt akkor annak se kellett több a port a főnöknek. Úgyhogy aztán kiderült, hogy még egyszer ezt el akarták játszani a későbbi hajnali órákban, az illetők aztán ki is lettek téve a szórakozó helyről. Tehát azért, na most azért kezdjük ott, hogy vagy hát a történetet akkor folytatva, hogy tehát azért a nők azt is érzik, hogy neked milyen a mentális igényed. Ugye erről is csináltam már videót, tehát hogyha te ennyire proli vagy, meg ennyire igénytelen vagy, akkor nem kell azon csodálkozni, hogy nem alakul ki egy szórakozó helyen, mert nyilván szórakozó helynek nyilván egyrészt ugye függvény, hogy milyen az a vendégkör, akivel ugye az ottani nőket tudsz ismerkedni, és azért a nők nagy része is azért jár, van egyfajta hiúság, hogy végre már elkeljen meg, hogy legyen, tehát mondom, jobb esetben a nők is azért mennek le a szórakozó helyre, hogy ismerkedjenek, és azért milyen proletár, prostó, paraszt dolog már ez, hogy most azért fizetsz egy belépőt, és akkor valakik ezen élveznek el, hogy most hú, de kurva egy menő, meg hogy stb. Stb. Tehát az a baj, hogy ilyen hibákat követnek egyesek,
És amikor meg oda kerülne a sor, hogy ugye van egy szerelmes nőtípus, és akkor valamivel le kéne nyűzgözni a nőt, vagy a nőbe valami vért el kéne indítani, ugye így akár egy beszéddel, akár egy mondjuk egy karakánsággal, vagy valamivel, akkor ez így megreked, és akkor ez így abban marad. A másik ilyen dolog, én nem akarom tényleg itt a fiatal fiúkat szapolni, én nekem is a korosztályomban vannak már problémák, tehát ugye mondtam az egyik videóban, hogy mennyi idős vagyok. A fölöttem lévő korosztályokkal is vannak problémák, csak azért az arányok azért nem mindegyek. A másik dolog meg, hogy azért, tehát én az utóbbi időben sokat fogytam, nem a YouTube-nak köszönhetően, teljesen másnak köszönhetően, meg voltak olyan életszakaszaim, amik stresszesek voltak, meg kellett őket oldani, meg egy más irányba ment az életem. És viszont amire fölhívnám itt a figyelmet, hogy na most azért ti, kedves fiatal legények, akik fiatal felnőttek vagytok, tehát kifizettitek a belépőre a szórakozó helyet, na most az még hagyján, hogy társaságba mentek le szórakozni, hanem az az első dolog, amit igazából ti fontosnak tartotok, meg ti, mondom, ezt a ti olvasatotokba jó, hogy az az első, hogy leüljetek. Tehát semmi az, hogy most te kikérsz egy piát, ami neked jó, kinek micsoda az a pia, és akkor hogy egy kicsit nézegetnéd a nőket, vagy hogy fölmérnéd a terepet, vagy valami, hanem az az első dolgot, hogy leülsz. Meg arról nem is beszélve, hogy én tényleg nem akarok itt belemenni, tehát olyan mélyen nem szeretnék a témába belemenni, de azért egy párkapcsolatnál azért a fizikai állóképesség, tehát itt nem arról, hogy te most neked milyen az alkatod, hanem az, hogy egy kicsit legyél önálló, egy kicsit legyen a személyiséged karakán, egy kicsit tudjál valamit az ismerkedésbe, valami újat belevinni, amit mondjuk az a nő az eddig nem tapasztalt, nem kapott ilyen udvarlást. Tehát ezek a kicsi dolgok, ezek az életben sokat jelentenek, arról nem is beszélve, hogyha te most mindig, hogy a te kis fiútársaságoddal, hogy lementek, mint a csajok, hogy a nőkből ugye van egy hiúság, hogy minimum 2-3-asával mennek le a szórakozó helyre, és ez az első dolgot, hogy te leülsz, akkor hogy akarsz ismerkedni? Hogy akarsz, mondom, tehát ez az én véleményem, hogy komoly nőket szórakozó helyen, nappal, meg az életbe, tehát magába az életbe lehet szerezni. Én nyilván majd fogok arról is csinálni videókat, hogy miket tapasztaltam az interneten, de én úgy gondolom, hogy elsősorban élőbe kéne egy nőnek tudni udvarolni, utána már beszélhetünk, hogy mi az, hogy online ismerkedés, meg arról nem is beszélve, hogy már el vagytok fáradva, meg én nem is értem, hogy sokotok, tehát hogy most, hogyha úgy viselkedsz, akkor nem csak, hogy magaddal baszol ki, elbaszod az estédet, mert nem tudhatod, hogy a nők közül kifigyel, és ezt is erről is már beszéltem, hogy ezek az ismerkedési fázisok a nőkkel kapcsolatban, ez nem olyan, hogy most ott vagy. Persze van olyan is, ami azonnal kialakul, mert látod, hogy ott támasszák a pótot, és látod, hogy ezeknek a nőknek, hogyha te fejbe elindítasz valamit, akkor lehet valamit kezdeni vele, de sok esetben higgyétek el, hogy én amit tapasztaltam, hogy tehát a nőkkel való ismerkedés az így kialakul, és nem te kezdeményezel, tehát mondom, itt a szórakozó helyről beszélek, meg magáról az életről, tehát élőbe, hanem a nő kezdeményez. Az, hogy most régi udvarlás szerint én, és akkor a testbeszédeivel, vagy új udvarlás szerint, és akkor tényleg oda jön, eléd jön, elébed jön, és akkor nyit, ha meg vevő a nő, a csaj a karakán, tehát hogy a kacérkodni fog veled, akkor azt úgy is észre lehet venni, mert hogy a testén is tükrözi, akár régi udvarlás szerinti, akár új udvarlás szerinti. És ti
én úgy vettem észre, hogy ti nem ebben vagytok elfoglalva. Ti abban vagytok elfoglalva, hogy minél jobban basszom földhöz valami alkohol, meg arról nem is beszélve, hogy ez az életuntság. Tehát fiatal emberek vagytok, tőlem mondom jó pár évben bőven fiatalabbak, és azt látom, hogy ti állandóan, meg olyan dolgokkal foglalkoztok, amivel teljesen felesleges. Tehát erről is már beszéltem, hogyha most ebben a baszótánccal jöttök, hogy most 2-3-4-5-en ugrándoztok ott a nőknek, ez nem ez kell. Tehát a komoly nő az a szórakozó helyen a háttérben van. Lehet a bárkútot támaszza, de lehet, hogy a tömegen kívül van, lehet, hogy például a ruhatár előtt, tehát ezt nem tudhatod, ahhoz figyelgetni kell a nőket, hogyha ad egyértelmű jelet magáról a nő, tehát magába a női szimpátiáról beszélünk, vagy a női vonzalomról, akkor meg élni kell a lehetőséggel, amit mondtam, hogy 10 másodpercen belül, nem olyan, hogy most, ja, egy óra hosszán úgy gondolkozol, hogy akkor csak oda mész a nőhez. Nem, akkor az már elég lezárult az ismerkedés. Tehát ezek a dolgokkal élni kell az életbe. És itt jön az, hogy az a baj ebben, tudjátok fiúk, hogy a nők azok nem hülyék. És a nők nem csak, hogy van önnekik például az elméjükbe egy csavar, hanem egyrészt összetettek az érzéseik, kettő, ugye beszéltem már a női hatodik érzékről, hogy én személy szerint tapasztaltam, és én személy szerint hiszek benne, és az a baj, hogy ezek a dolgokkal, amit ott egy akár fiatal nőről, akár idősebb nőről beszélünk, ott lát ebbe a szituációban magába a szórakozójába, azt fogja hinni a nő, hogy te céltalan vagy. És nem azért, mert hogy te nem tudnál ez ellen tenni, hanem ez fogja leszűrni a nő, és ezért nem is lesz maga, tehát ezért sem alakul ki az ismerkedés, mert látja, hogy a mozgásodból, a például a hozzáállásodból látja, vagy például még azt is kiszűri, hogy szűz vagy, és teljesen máshogy fog kezelni. Ennyit szerettem volna a mai videóba, sziasztok!